Ahogy ígértem korábban, most egy telefonos interjúval folytatjuk az adásunkat. Ma is lesz demonstráció, de ma nem az oktatás miatt demonstrálnak, hanem a vörösiszap ítélet miatt. A telefonvonalban Ferenczi Gábor Nemecser polgármestere. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Milyen demonstráció lesz ma pontosan? Három polgármester, tehát a három érintett település polgármestere hívjuk össze azokat, akik velünk együtt nem értenek egyet a veszprémi törvényszék elsőfokú ítéletével. Mire számítanak? Lehet-e bármilyen gyakorlati hatás egy ilyen demonstrációnak? Vagy egyszerűen csak szeretnék kifejezni, hogy mennyire elfogadhatatlan önök számára ez az elsőfokú ítélet? Elsősorban szeretnénk kifejezni az általunk képviselt települések lakosságának többségi véleményét. Hát és természetesen bízunk abban, hogy a másodfokú ítélet sokkal jobban fogja tükrözni, hogy 2010. október 4-én milyen tragédia történt. Árulj el nekünk most a három érintett településen, milyen a közhangulat, így az elsőfokú ítélet után? Azt mondhatom, hogy általános a felháborodás, viszont sajnos igaza lehet azoknak, akik azt mondják, hogy vélhetően borítékolható volt ez az ítélet. Vannak, akik azt mondják, hogy éveken keresztül szándékosan csűrték, csavarták addig az ügyet, amíg a végén nem lesz felelős. Mire számítanak a demonstráción? Körülbelül hány ember lesz ma? Gondolom a három település lakosaiból mennek el alapvetően majd a tüntetésre. Nem tudom megítélni. Tekintettel arra, hogy ma munkanap van, nyilván nagyon sokan vannak olyanok, akik azért nem tudnak részt venni, mert egész egyszerűen a munkahelyükről nem fognak tudni eljönni. Ők jelezték nekem egyébként többen, hogy helyben is, Devecserben is legyen egy megemlékezés, és ennek eleget is teszünk, és szombaton 5 órakor pedig Devecserben fogunk összejönni. Polgármester úr, ha már beszéljünk, árulja el nekem a véleményét. Az elsőfokú ítélet kihirdetése óta minden nap vitatárgya az, hogy politikusok véleményezik, értékítéletet fogalmaznak meg a bírósági döntéssel kapcsolatban. Önnek mi a véleménye? Fontos, lehet, szabad, hogy elmondják a politikusok, hogy szerintük nem elfogadható az az ítélet, vagy ennél fontosabb az az elv, hogy a bíróságok függetlenek legyenek, és ne próbálja meg senki befolyásolni az ő döntésüket? Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy mi elsősorban nem politikusként szeretnénk kifejezni a véleményünket, és elsősorban nem is a saját véleményünket szeretnénk tolmácsolni ma. Ennek a három településnek a lakosságát képviseljük, pártpolitikától függetlenül, és a közleményünkben, a felhívásunkban kértük is nyomatékosan, hogy ez a rendezvény maradjon pártpolitika mentes, ideológiától függetlenül vegyenek részt azok, akik a vörösiszap per elsőfokú ítéletével nem értenek egyet. Lázár János azt mondta tegnap, hogy az embereknek igenis joguk van elmondani a véleményüket egy bírósági ítélettel kapcsolatban. Az ugye egy más kérdés, hogy politikusnak joga van-e? Önök örülnek-e annak, hogy a politikusok ilyen értelemben önök mellé állnak? Én azt kérem, hogy ne a politikusok álljanak mellénk, hanem az igazságszolgáltatás. De nyilván a jogalkotóknak nagy a felelőssége abban egyébként, hogy olyan törvények szülessenek, ami alapján egy adott kijelölt bíróság olyan ítéletet hozhat, ami összhangban van egy ilyen mértékű katasztrófával, mint ami történt a mi térségünkben. Az elsőfokú bírósági ítéletnek ugye a lényege az az, és a bíró úgy kommentálta, illetve úgy indokolta az elsőfokú bírósági döntést, hogy nem azok az emberek ülnek ott a vádlottak padján, akik büntetőjogi értelemben felelősek ezért a katasztrófáért, és tulajdonképpen lényegileg azt mondta ki, hogy a zagytározó rosszul lett megépítve, tehát kódolva volt tulajdonképpen a katasztrófa. Ön szerint arra van esély, hogy a bíróság tovább menjen a másodfokú ítélet nyomozása kapcsán, és azt megkeressék, hogy mondjuk az alapproblémáért ki a felelős, aki engedélyt adott az agytározót így megépíteni, aki kivitelezte ilyen formán az agytározót. Önök szerint elmehet eddig az ügy, vagy meg fog állni ott, ahol nagyjából most? Én a magam részéről úgy látom, és nem vagyok ezzel a véleményemmel egyedül, hogy nyilvánvalóan
nem a szivattyúk kezelőt, vagy ha egy kicsit bagatelizáljuk, akkor nem a portást kell felelősségre vonni egy ilyen katasztrófa kapcsán. Tehát minden bizonnyal nem egy kis ember a felelőse ennek a tragédiának. Viszont azt is szeretném hangsúlyozni, hogy én itt elsősorban nem a kivitelezést, nem az építést venném figyelembe, hanem a karbantartás, hogy vajon az a cég, akinek a tulajdonát képezi ez a tározó mind a mai napig, vajon megfelelően látta el, a jó gazda gondosságával kezelte azt a tározót, illetve azok a hatóságok, akik az engedélyeket megadták, megadják az üzemeltetéshez, vajon megfelelően monitorozták-e ennek a tározónak az állapotát. Meglátjuk majd, hogy a másodfokú ítéletig mennyire vizsgálnak ilyen további kérdéseket. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt ma reggel.